Üdvözöllek a Sikerguru adásán! Minden héten! Magyarország legsikeresebb sikerpodcastja a Sikerért! Kezdjük el a mikrofon mögött! Anita, a Sikerpont gururól, Üdvözöllek az önfejlesztő állomáson. Mi mindent akarsz az élettől? Lenyűgöző életstílust, te pénzt, sikeres üzletet, határtalan önbizalmat, boldogabb kapcsolatokat, vagy korlátlan szabadságot? Tudod, hogy többre vagy képes, tudod, hogy lehetséges. Több éve kutatom a siker recept hozzávalóit. Több tucat könyv, szeminár, tréning, két sikeres vállalkozás és temér technyit tapasztalat van a hátam mögött, és itt garantáltan rendelkezésedre állítjuk a titkos eszközöket, mely segítségével bizonyítottan siker gondolkodás módot alakítasz ki magadnak. Fektes be magadba és törd át a korlátaid velem! Ha fejlődni szeretnél haladni előre és tanulni, akkor hangolódj ránk! Most kiderül, mire vagy képes! Sziasztok! Anita vagyok a sikerguru A mai nap arról lesz szó, hogy hogyan csapjuk be agyunk, és kapjuk meg, amit akarunk. Ma egy olyan elméleti dologról lesz szó, amit már több ezren amúgy átültettek gyakorlatba, és valóban működik, bizonyítottam. Tudod, hogy van az, amikor tudod, hogy meg kéne tenned valamit, de mégsem teszed? Tudod, mit kéne enned, de amikor bemész a boltba, mégis azt a csokitortát? Tudod, hogy a fitness -teremben lenne a helyed, de mégis leheveredsz a tévé elé, és bámulod órákig a kanapén. Tudod, hogy van az, amikor a gyűlésen fel akarsz szólalni, de aztán másodperceken belül lebeszéled magad, és inkább csöndben maradsz. De gondolhatunk akár nagyobb dolgokra is, igaz? Mint például, tudod, hogy milyen egy halott kapcsolatban élni, és évekig csak tűrni és tűrni, mert nem tudod meghozni a döntést, hogy elválj. Vagy például eltűrni a főnököd állandó cseszegetéseit, miközben tudod, hogy konfrontálnod kéne, és meg kéne vele beszélni ezeket a dolgokat. De persze a lista végtelen. Én ma most a saját példámat hoztam el nektek, még hozzá a reggeli rutint. Ó, a reggeli rutin, az a híres, híret reggeli rutin. Az összes sikeres ember és milliómos és boldog és fit és egészséges ember szerint az egyetlen egy dolog, amit nem hagyhat ki az életedből, ha el akarod érni a céljaidat, az a reggeli rutin. Nem csak ráállít a napodra és fókuszálva tart, hanem önfegyelmedet megerősíti és csupa hasznos dolgokat művel elméddel és a testeddel is. Pont ezért most erről lesz szó. Nem tudom, hogy te hogyan vagy vele, de a reggeli rutin kialakítása számomra a világon az egyik legnehezebb dolognak bizonyult. Szegény csaj, mi? Micsoda gondjai vannak, nem igaz? Viszont, hogyha egy fejlett országban élsz, akkor ilyen és ehhez hasonló problémákkal kell megküzdened minden nap. Nem igaz? Hisz minden más a rendelkezésünkre áll. Infrastruktúra fűtés, iható víz, munkalehetőség, azaz pénzkeresési lehetőség, és még háború sincsen, nincs hurikán se, tornádó, vagy mérgező kígyok, medvék, skorpiók, nem igaz? Bátran állíthatjuk tehát, hogyha 2018-ban Magyarországon élsz, akkor a világon a legszerencsésebb ember vagy, akár hiszed, akár nem. De nem csak földrajzi és biztonság szempontjából a legjobb hely, hanem a lehetőség szempontjából is, csak meg kell látni és fel kell ismerni azt. Én mindig azt mondtam, hogy amíg fejlett országbeli problémáim vannak, angolul ugye a first world problems, addig nincs okom panaszkodásra, és én ehhez is tartom magam. És amúgy pont ezért tudjuk oly sokan leélni hihetetlen hálában és boldogságban életünket. Hisz azt kapod, amire fókuszálsz, igaz? Hogyha arra fókuszálsz, hogy mennyi mindened van, milyen jó helyen élsz, mennyi lehetőséged van, akkor valószínűleg sokkal jobban fogod magad érezni, mint hogyha arra fókuszálnál, amit nincs, és hogy mik a problémáid, anélkül, hogy megoldanád őket. Tehát vissza a reggeli rutinra. Én például tudtam, hogy reggel felkelni 5 óra 30-kor, lehúzni a fél liter citromos vizemet, ráugrani a futópadra, aztán kis izomerősítés, nyújtás vagy joga után, 10-20 perc meditáció, aztán persze a kötelező olvasás vagy célkitűzés és a nap megtervezése. Alap követelmény számomra ahhoz, hogy elmondhassam, hogy mindent megteszek reggel azért, hogy elérjem a céljaim. Igen ám, de amikor az az óra megszólal 5 óra 30-kor, akkor kezdődik az igazi móka. Az agyam, ó, a drága agyam, nem mindig motivál. Nem mindig támogat az a fránya, hogy a fene egye meg. Lebeszél róla sok esetben, kifogásokat gyárt nekem. Majd este sportolok, mondja. Á, túl hideg van. Amúgy is későn feküdtem le. Vagy a szokásos, fáradt vagyok. Á, ugyan már a férjem is alszik tovább. Lusta vagyok. És a listát még sorolhatnám, hogy milyen szuper dolgokkal jön fel az agyam, és csupán pár másodperc leforgása alatt, mert amúgy a döntés pár másodperc alatt meghozzuk, lebeszélem magam róla, hogy kikeljek az ágyból, felkeljek, és elkezdjem a reggeli rutinomat. Persze a nap utána már nem úgy indul, ahogy kéne, nem beszélve a csalódottsági érzésről, és hogyha ez hetekig így megy, mert hetekig így megy néha, akkor a fitségnek és a fókuszáltságnak is búcsút kell, hogy intsek. Na most én egy stratégiai ember vagyok, és addig nem nyugszom, amíg egy problémát meg nem oldok. Fit és egészséges akarok lenni, és ehhez szükségem van arra, hogy felkeljek, ha riaszt az a bizonyos óra, 5 óra 30-kor, és nekiálljak sportolni. Évek óta kutatom a válaszokat, hogy hogyan működünk. Kiolvastam már oly sok könyvet, látogattam már oly sok szeminárt, és az önfejlesztés az az igazi szenvedélyem, mint ezt sokatok tudjátok. Különböző taktikákkal rá sikerült vennem magam oly sokszor arra, hogy gyakoroljam a reggeli rutint kitartóan, következetesen, és van is eredménye. Viszont mindig szenvedésnek érzem. Akármennyit gyakoroltam, akármennyire kitartó és fegyelmezett vagyok, mégis bennem volt ez a rossz érzés. Na és én ezt akartam kiiktatni. Pár hete viszont megvilágosultam, hogy nem lehet célzott akarattal ezt kiiktatni, mivel amíg a reggeli rutin nem alakul át sziklaszilárd betanult szokássá, addig egyszerűen kellemetlen lesz. Mindig kellemetlen lesz kiszállni az ágyból 5 óra 30-kor, felvenni a sportruhát és nekiállni kocogni. És ez itt a lényeg, gyerekek. Ott csesztem el én személy szerint, hogy azt akartam, hogy élvezhető legyen a reggeli rutin a kialakítási korszakban, és amikor nem volt az, pár nap után állandóan abba hagytam, mert csalódtam, hogy nem sikerült megfejtenem a nagy rejtét. Nos, hölgyeim és uraim, a nagy az, hogy nincs nagy rejtély. Kora reggel fel kellni, sportolni, majd az elménken dolgozni nem kellemes, főleg az elején nem. Sőt, szörnyű, hogyha még nem a szokásod az elején fájdalmas, nehéz és kényelmetlen, mint amikor két a kisebb cipőt tuszkolsz fel a lábadra, és abban mászkáz egész nap. Amint ezt elfogadjuk, egy másik realitás köszönt ránk, nem igaz? Miután kinyitom a szemem, már nem játszom a fejembe, hogy akarom-e, vagy nem akarom-e, hogy érzem, mit érzek, van-e hozzá kedvem, vagy nincs-e hozzá kedvem, Meghozom a logikus döntést, és akkor is, ha kellemetlen, mert kellemetlen, kiugrom az ágyból. Mivel a döntések 99%-ában érzelmi alapokon hozzuk, ezért ha az ember mindig arra vár, hogy az idő megfelelő legyen, vagy hogy úgy érezze, vagy hogy majd úgy is megjön hozzá a kedve, akkor örökké várni fog bizony, mert soha se fogod úgy érezni. Soha se lesz hozzá kedved soha se lesz az idő megfelelő. Na gyerekek, ezt kell elfogadni, ez volt a számomra a legnehezebb, de amikor megértettem, minden egyszerűbb lett. Egyszerűen nem érzelmi alapokon kell meghozni a döntéseket, hanem logikus alapokon, és elfogadni, hogy szar lesz, hogy kellemetlen lesz. Nem várni arra, hogy majd megjön a kedvünk, vagy az én esetemben, hogy majd megtalálom a titkos választ, ha eleget olvasok, ha megértem, hogy hogyan működik az agy, hogy hogyan tudom a reggeli rutint élvezni, és hogy már este, amikor lefekszem, alig várom, hogy felkeljek és csinálhassam a reggeli rutinom. Baromság! Ilyen ember nem létezik. Ha igen, akkor valami szakértő intézményre van szüksége. Sose fogom úgy érezni, hogy felkeljek és sportoljak, majd meditáljak. Csupán ennek az egy mondatnak az elfogadása felszabadító. Aha! Hogy ennek nehéznek kell lennie? Hát én ezt eddig nem tudtam. Te tudtad? Ugyanígy van amúgy az evéssel is. Tehát ugye, mint mondtam, a reggeli rutin az nem, csak az én példám, az én személyes példám volt. De nézzük meg az evést. Elmész bevásárolni, és kikeresed a tiszta ételeket, igaz? a fenéket. Bemenjünk a boltba, és azonnal az érzelmeink átveszik az irányítás, az érzelmeinkre hallgatunk. Nem azért veszük meg a csoki tortát, mert logikusan tudjuk, hogy tele van vitaminnal, fehérjével, és a testünk megfelelő működéséhez szükséges ásványi anyagokkal, hogy meggátolja a betegségek kialakulását, mint például a rák. Nem. Azért vesszük meg, mert úgy érezzük. Tehát amint belépünk a boltba, a logika kiszáll az ablakon, és az érzelmeinkkel vásárolunk, és ez a probléma. Ha ezt már megértjük, akkor ez már fél siker, mert innen már lehet tovább fejlődni és tovább gondolkodni, igaz? Amikor reggel 5.30-kor megszólal az a riasztó, és én úgy érzem, hogy nekem vissza kell aludnom. Én úgy érzem, hogy a sport még várhat, meg amúgy is kiizzadnék, meg a, és úgy érzem, hogy jobb aludni. Tehát igen, érzelmi lények vagyunk, de hogyha folyamatosan az érzelmeinkre hallgatunk, akkor tippelj, hogy milyen életet fogsz élni. Tippelj, hogy hova fogsz eljutni az életedben. Egyben biztos lehetsz nem olyat, amilyet te szeretnél, nem olyat, amilyet te elképzeltél magadnak. Ahhoz, hogy olyan életet élhess, amilyet te szeretnél, félre kell tenned néha a nap minden szakaszában az érzelmeit, és a logikai énedet kell használnod, még akkor is, ha fáj, még akkor is, ha kellemetlen, mert kellemetlen. Megbánni biztos nem fogod, de ez miatt ne aggódjál. De persze a reggeli rutin csak egy példa volt, mint ahogy mondtam, az én példám. Biztos vagyok benne, hogy a te életedben is vannak dolgok, amiken javítani szeretnél, fel szeretnéd venni például a, a XY szokást, vagy ki szeretnél küszöbölni egy szokást, igaz? Esetleg maga biztosabb szeretnél lenni, hogy merj a dolgokat csinálni jobban, jobban szeretnél magadban hinni, célokat végre nem csak kitűzni szeretnéd, hanem véghez vinni és elérni, nagyobb akaraterőt, kitartást, elhatározást. Apropó elhatározás. Szerinted mitől függ a döntés, illetve ugye az elhatározás? Életedet a döntéseid sorozata határozza meg, igaz? Hogyha nap-nap után rossz döntéseket hozol, akkor szerinted hol fogsz kikötni öt év múlva? Hol leszel tíz év múlva? hol leszel, amire 50, 60, 70 éves leszel. Pont ez a döntés, kikeljek az ágyból vagy sem, az, amit nem szabad érzelmi alapokon meghozni, és oda kell nagyon figyelni a logikai részére, még akkor is, hogyha fáj, és fog fájni. Nekem elhiheted. Igen, nagyon fog fájni, nagyon kellemetlen lesz. A legtöbb ember ott cseszi el, hogy ezt nem képes elfogadni, mert mi csak a jót akarjuk, mert ugye az agyunk hogy működik? A jó felé tol minket, és a fájdalomtól pedig meg akar minket óvni, és pont ezért hozza létre a kifogásokat. Tehát fogadjuk el, hogy fájni fog, szar lesz és kellemetlen lesz. Pont ezért vannak a sikeres és a nem sikeres emberek a világon. Pont ez a különbség, te hogy hova akarsz tartozni? Sikereket akarsz elérni az életedben? Fitt akarsz lenni? Jól akarsz kinézni? Meg akarsz gyógyulni a betegségedből? Több pénzt akarsz? Esetleg anyagi függetlenséget akarsz? Jobb kapcsolatokat akarsz a pároddal, a szeretteiddel, a gyermekeiddel? Közelebb akarsz kerülni valakihez? Jobb munkát akarsz? Vagy esetleg vállalkozást akarsz nyitni? Rendben! Számodra lehetséges, mivel fejlett országban élsz, igaz? Ezt az elején szerintem letisztáztuk, tehát nincs kifogás. Tippelj, mi kell hozzá? Mi kell céljaid eléréséhez? Fájdalom, kellemetlen tettek és következetesség kitartás. Ha ezt nem tudjuk elfogadni, akkor nincsünk búcsút a céljainknak már ma. Már most. Bye-bye! És pont, hogy ez az a döntés, ami kellemetlen és fájdalmas. Na de ne keverjük össze azzal a fájdalommal, hogy elhagy minket a párunk, ha kirúgnak minket, nincs pénzünk egy karibi utazásra, vagy lebetegszünk. Ezek, ezek természetes dolgok, ezek olyan fájdalmak, amiket mindenki átmegy, és nem nagy tragédia, mert vissza lehet belőlük jönni. Nem. A fájdalom, amiről most én beszélek, az az egyedüli fájdalom, az a tetteknek a fájdalma, az a kellemetlen érzés, amikor nem az érzelmeidre hallgatsz, hogy mit szeretnél, mit érzel, hanem amikor kikelsz az ágyból, mert tudod, hogy ki kell kelni 5-30-kor, és az fáj mivel soha se fogod úgy érezni, soha se fogod úgy érezni, hogy amikor uh, ülsz az étteremben, ne a pizzát rendeld meg, hanem a salátát. Soha se fogod úgy érezni, hogy öt 30 kor kiugorja az ágyból hulla fáradtan, és nekiálljál sportolni. Soha se fogod úgy érezni, hogy azt mond a barátaidnak, hogy áma este nem érek rá, mert korán kell ágyba uh, mennem, ha bár szívesen elmentél volna velük szórakozni. Soha se fogod úgy érezni, és pont ezért fájni fog. És ezek a fájdalmak, ezek megérik, mivel ezen a fájdalmon múlik a jövőd. Ezek a fájdalmak azok, amik amúgy megkülönböztetik a sikeres embert a sikertelen embertől az élet minden egyes területén. Mióta az idő létezik, és ez így is fog maradni az idők végezetéig, mert a világunk ilyen törvények alapján működik. A döntés a te kezedben. Dönts logikusan, és ne érzelmi állapotból. Ezt tudom nektek tanácsolni, ez volt a mai podcast, de remélem annyira élveztétek minimum, mint amennyire én. Hogyha kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok az Anita Kukac siker.guru e-mail címre. Ne felejtsétek el feliratkozni a levelező listámra, hogy megkapjátok a legújabb podcast adásokat, az ingyenes online tréningeket és e-bookokat, és persze ne felejtsetek el, fejlődni, fejlődni és fejlődni. Jön az outro! Ennyi volt a mai adás, nagyon megköszönöm a figyelmet, és ha kérdésed lenne, írj nyugodtan az anita.gukat.sucq.guru e-mail címre. Ha tetszett a podcast, kérlek, értékeld! Ne felejts el feliratkozni az e-mail listánkra a www.siker.guru alatt, hogy nehogy lemaradj a következő epizódról. Jövő héten találkozunk, addig is éj szenvedélyel!